Az elmúlt 6 évben több mint 700 találkozót tartott Nógrádi Gábor író és fia Nógrádi Gergely, akinek szintén több kötete jelent már meg. Legutóbb a Nagyatádi Városi Könyvtárban az általános iskolásokkal beszélgetett a két író, akik elsősorban az olvasáshoz szeretnék közelebb hozni a gyerekeket. Mindig a legfontosabb téma az mindig a gyerek, aki ott van, akiről be kell bizonyítanom, hogy ő tehetséges, és jó képességei vannak, de ebből a tehetségből csak akkor lesz egy sikeres élet, ha elegendő munkát fektet bele, és elegendő tanul, és nagyon sok időt és erőt szán rá, hogy a tehetségét kifejleszve. A tehetség az semmi, mindenki tehetséges a világon, pláne Magyarországon, de kifejleszteni, belefektetni azt a 10 évet, 15 évet, amit kell, azt kevesen csinálják. Erről próbálom őket meggyőzni, és ezen belül, hogy az olvasás mit jelent a tehetség fejlesztésében. Több ismert magyar filmnek is Nógrádi Gábor írta a forgatókönyvét, így a Csocsó, a Hipolit, a Sose halunk meg, a Meseautó vagy épp az Egy szoknya egy nadrág is az ő nevéhez fűződik, ám a forgatókönyvek mellett a regények írása még mindig közelebb áll az író szívéhez. Be kell vallanom, hogy én regényt jobban szeretek írni, mint filmforgatókönyvet, mert a regénynél ugye egyedül vagyok, magamnak tartozom felelősséggel, tehát én vagyok az egésznek a karmestere. Ugyanakkor a filmnél mindenki beleszólhat a filmforgatókönyvbe, kezdve a rendező, a producer, a színészek, az operatőr és mindenki más is. Az egy közös munka, az is nagyon szép, de nyilván mindenki meg fog engem érteni, hogy az ember, amit egyedül alkot, egyedül csinál, az a saját felelősségére, az mindig jobban kifejezi ő magát, mintha 20-30-40-50 emberrel közösen hozunk létre egy terméket, hogy ilyen finoman fejezzem ki magam. A forgatókönyvekről és a filmek világáról a nagyatádi gyerekeknek is mesélt az író, persze mindezt a fiatalok szemszögéből megközelítve, így Nógrádi Gábor többek között rávilágított arra is, hogy miben különbözik egy regény egy film forgatókönyvtől. Beszélek, hogy az első filmem, a Gyerekrablás a Palánk utcában milyen izgalmas volt számomra, hiszen az első könyvemből az első filmem volt, sőt, a fiam, akiről az egyik figurát mintáztam a regényben, eljátszotta azt a figurát, amit róla írtam. Hát ez egy különleges filmtörténeti csemege, mert talán a világon nincs még egy film, ahol az játssza el a figurát, akiről az író írta. Tehát Bence eljátszott, és nagyon jól, hiszen önmagát kellett csak játszani, és önmagát, ha egy jó rendező van, meg jól megírják, mindenki el tudja játszani. Ezt nagyon élvezik, nagyon szeretik, hiszen mindegyikben van egy kis ördög, hogy ők is híresek legyenek, ők is képernyőre kerüljenek, őróluk is beszéljenek, és akkor egy műhely munkába bepillantást enged az ember, és érdekessé teszi, talán másképp fogják a filmeket nézni a tévében ezután. Nógrádi Gábor folyamatosan alkot, nemrég fejezte be legutóbbi írását, mely már a nyomdában van. Egy könyvet fejeztem be, a Móra könyvkiadónál jelenik meg, gondolom egy hónap múlva körülbelül. Tavaly ott Móra könyvkiadónál jelennek meg a könyveim, és tavaly megjelent a Papa nem árt című kötet, ami egy humoros kötet, egy nagypapa és a kamasz unokájának a vívódásairól és harcairól. Az a kötet sorozat címe az, hogy Samu és Papa, és ennek ez új kötete jön ki most, aminek az a címe, hogy Nem vagyok Samu. A kötetek írásának úgy tűnik, sosem lesz vége, hiszen az író a regények mellett továbbra is szívesen ír forgatókönyveket. Kész is van egy forgatókönyv, a Bátyám Zseni című könyvből például, amelyet azonban nem tudunk megvalósítani, mert ehhez pénz kell. És az úgynevezett családi filmek, amelyeket ugye az én könyveimből lehet csinálni, ami azt jelenti, hogy az egész család élvezhetné gyerektől a nagypapáig, arra valahogy Magyarországon valamiért nem adnak pénzt, inkább amerikai családi filmeket vesznek meg, pedig azt gondolom, hogy az amerikai viselkedés magatartás egy picit más, mint a magyar viselkedés magatartás. A kultúra is egy kicsit más, nem rosszabb, nem jobb, más, mint a magyar. Azt gondolom, ha magyar családi filmek nem lesznek, akkor a magyar gyerekek meg fognak tanulni viselkedni úgy, mint egy amerikai gyerek, de nem fognak megtanulni úgy viselkedni, mint egy magyar gyerek, és ezt sajnálom. A gyerekeket, így Nógrádi Gábor és fia Gergely ebben az egy órában próbálta meg rávezetni arra, hogy mennyit tanulhatnak abból, ha a magyar kultúrából választanak, és nem csak a tévén keresztül, hanem könyv formájában is megismerkednek egy-egy alkotással.